Slobodan Bestić Moje Nagrade című előadásával kezdődött el Óbecsén a Befemon elnevezésű monodráma fesztivál. A rendezvényt az óbecsei születésű Belgrádban élő Branka Veselinovic nyitotta meg. A jugoszláv színművészet legidősebb élő alakja szeptemberben töltötte be a 100. életévét. Recept vera u ljude u život u dobrotu. A gyakran spontán rímekkel beszélő művésznő magyarul sem felejtett el, nemrégiben a magyar nagykövetségen is járt. A fesztiválra 27 hazai, bosznia-hercegovinai és horvátországi produkció jelentkezett, ezek közül szombatig 6 művész előadását láthatja majd a közönség. Jako mi je drago da nešto tako postoji, s obzirom da su nam majske igre nekako utihnule, a bile su simbol Beče, ja se nadam da će ovaj festival postati simbol Beče. Az óbecsőiek immár 6. alkalommal élvezhetik a régió legjobb monodrámáit a Városi Színházban. Bečej, Bečejci mogu biti ponosni na Befemon, ne samo zato što se održava 6. put vrlo uspešno, nego zato što su neki od najvećih, najznačajnijih imena srpskog, da kažemo, jugoslovenskog glumišta uključeni u ovaj festival. Oni su bili ovde, oduševili publiku. A fesztivál egyetlen magyar előadása pénteken 17 órakor kezdődik. Mészáros Gábor Karton és Karfiol címmel Tolnai Ottó költészete alapján állított színre monodrámát.